Több mint 20 éve szolgálja és építi a szekszárdi evangélikus gyülekezetet. Sefcsik Zoltánnal beszélgettünk. A család nemzetközi napja alkalmából osztotta meg gondolatait saját szemszögéből megközelítve. Hát nem is kell magyar, ez olyan hatalmas téma, hogy most erre a riportra készültve arra jöttem rá, hogy ezzel nem csak, hogy minden évben, lehet, hogy minden hónapban jó lenne foglalkozni családilag, közösségileg, lehetne fejleszteni magunkat, mint minden mást. Mert, és akkor ez az én nézőpontom, mint lelki gondozó és a Bibliára építve élő lelkipásztor, hogy a Biblia ilyen alapbizonyságtétele szerint az Istentől, a Teremtőtől kapott ilyen alapépítő kövünk a család. És amikor azon gondolkoztam, hogy hol jelenik meg benne, már ugye a Szentírásban először ez a kifejezés, egy meglepő hely jutott eszembe. Tudnélik, mielőtt még Ádám és Éva családjáról olvasnánk, azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten a saját képére teremti az embert, és ez a saját képére, ez a legtöbb ilyen biblia magyarázó megfogalmazása szerint, ez egyszerűen azt jelenti, hogy a önmagával való családi kapcsolatra. Tehát az, hogy kép más, az azt jelenti, hogy hasonlóak vagyunk, vagyis Isten eleve úgy alkotja az embert, hogy kapcsolatra. Mert még ha egyedül lenne, akkor is magával az Istennel való családi kapcsolatra. És aztán jön Ádám mellé Éva, Éva mellé Ádám, és alakul ki a család. Úgyhogy ez egy alapmeghatározottságunk az, hogy muszáj kapcsolódnunk. És innen jutott eszembe a másik gondolat, hogy a keresztény lelki gondozás hagyományában van egy egyszerű ilyen felismerés, hogy valahogy benne vagyunk egy ilyen küzdelembe. A Teremtőtől kapott ilyen kapcsolatrendszerünk a családban, az ember, szerintem ez ilyen evidens, mindjárt érezzük, van egy ilyen küzdelmünk, hogy egyrészt szeretnénk kapcsolódni, ugyanakkor már a családon belül is valahogy keressük a saját határainkat, önmagunkat, és ez igazából ez két ellentétes erő, amiben azért úgy küzdünk, hogy mennyiben vigyem tovább a apám, anyám, nagyszüleim hagyományát, hogy kapcsolódjak a testvérhez, kapcsolódjak, de közben akkor én maradjak, vagy felfedezem magamat. És ez egy nagyon izgalmas folyamat, amiben el lehet akadni, vagy előrébb lehet jutni. Szóval a második gondolat az, hogy az Istentől kapott ilyen alapvető életeleme az életünknek, ez a családi kapcsolat, ez egy harcos, ez egy ilyen húzavona. És olyan érdekes, hogy a bibliai történetekben ezt olyan őszintén látjuk feltárva. Tehát a legismertebb szerintem a világirodalomból is jól ismert, mondjuk József és testvérei története, de hát lehetne sorolni az ősatyákat, még Józsefnek a felmenőjét, hogy Ábrahám, Izsák története, vagy a Dávidnak a története. De mondjuk az Új Szövetségben, ha Jézus tanítványait egy szoros közösségnek, egy ilyen tágabb értelembe vett családnak vesszük, azért ott is megy ez a küzdelem, keresik a helyüket, ki a mester, kik ők, mennyiben tartoznak össze, ott van a rivalizálás. Ez a másik gondolat, hogy valahogy az emberségünkhöz tartozik ez az állandó küzdelem ebben a családban. A harmadik gondolat, ami eszembe jutott, hogy a Biblia bizonysága szerint Istennek annyira fontos a család, hogy amikor Ádám és Éva elszakadtak tőle, és így belevitték magukat családilag, meg egyénileg, meg az egész társadalomra nézve egy ilyen, hát a bűnnek sokféle fájdalmába, szenvedésébe, akkor Isten utánunk jött. És már jó néhány hónapja, hogy ünnepeltük, de tulajdonképpen karácsony annak a különös ünnepe volt, hogy Isten emberré lesz, és egy családba érkezik bele. Tehát az érdekes, hogy a Teremtő Isten a vele való családi kapcsolatra alkotta az embert, és amikor a tőle elszakadt ember bajban van, vívja a nagy csatáját, akkor Isten mentő akcióként a fiát szintén egy családba helyezi bele. Az, hogy a Bibliánk szerint egyedül a 12 éves korú Jézusról van egy röpke híradásunk, egyébként pedig úgy telik el 30 év, hogy nem tudunk róla, hogy mit tett volna, ez azt a nagyon fontos üzenetet hordozza, hogy ő egy názáreti ás családjában élt. Tehát ez olyan különleges, hogy az Isten emberé lesz, és egy názáreti kis faluban, családban éli meg a magánember ember voltát. És a negyedik gondolat az, hogy ebben a sokféle küzdelemben, amiben olyan őszintén, a Biblia őszintén leírása szerint kényszerűen benne vagyunk harcosan, ebben az Isten még egy segítséget azért tett.
amellett, hogy eljött az egyszülött fiában is, és a bűn hiába valóságából megmentett nagypénteken. És aztán a legnagyobb ilyen veszélyforrásunkat, meg ellenségünket, a halált legyőzte húsvétkor, ez a keresztény hitünknek az alapja. Még egy különleges dolgot tett, pünköskor az ő lelkével visszatért, ugye ez most áll előttünk, a családnapja után néhány nappal most. Ebben az az érdekes, hogy amíg megy a kényszerűen a családjainkban ez a kapcsolódni szeretnék, mert nem tudok anélkül lenni, de keresem önmagam hangját, tehát a másik erányú folyamat, ebben a kommunikációs zavarban, tehát csak belép maga az Isten az ő lelkével. És abban segít, hogy megtaláljuk a hangot. Tehát, hogy ne, abban segít, hogy megtaláljuk önmagunkat, de ne szakadjunk el a másiktól. A pünkösdi történet az a bábeli történetnek egy ilyen ellenpontja. Bábelben szétszakadt az emberiség, még nem értették meg egymást. Úgy lehetne mondani, hogy a emberiség családja szétszakadt. Pünkösd az mindig a közös nyelvről, az összeköttetésről beszél. Nekem ez olyan szép üzenet önmagában, hogy a családnapja után néhány nappal most az idén azt is ünnepeljük, hogy az Isten a szent lelkét is adja. Vagyis, hogy ha akik befogadják, azoknak segítséget ad arra, hogy a családot úgy éljék meg, mint egy harcos, de áldott eszközt, ahol van támaszom, van kapcsolódási pontom, az értelmem, az életemnek megtalálom az értelmét, célját, a lendületem, a munkámnak az irányultságát, ugyanakkor megtalálhatom magam. És továbbra sincs harc nélkül, de az Isten lelkének a segítségével ez egy ilyen gyönyörűsége megharcolható, ilyen szeretett háló, ami kialakul így a Biblia évében. Hogyha ha nem tudom pontosan ki vagyok, akkor hogy tudok szeretetet megosztani? Tehát ha magam nem tapasztalom, hogy szeretve vagyok, és én ki vagyok, akkor ezt hogy adjam tovább? Érdekes ez a Jézusi nagy összefoglaló parancsolat, ami az Ószövetségben is ott van már, amit Jézus kiemel, hogy szeresd az Urat szívedből, elmedből, teljes lelkedből, és fele barátodat, mint magadat. Úgy is mondhatnám, Johann családodat, mint magadat. Ebben igen, az is benne van, hogy tudnom kell saját magamat is jó értelemben elfogadni, szeretni, a határaimat megtapasztalni, és akkor ebből tudom akár teljes valómat is odaadni a másiknak, de csak akkor, hogyha megtaláltam már magamat. Szóval ez egy nagyon izgalmas, hosszú folyamat. És talán szerintem az a nehéz a mi korunkban, ebben a posztmodern időkben, hogy ahogy említettem, hogy eleve vannak ilyen lélektani erők, amelyek azért tolnak egy kicsit a felé, hogy egyedül legyek, pedig szüksége van a kapcsolódásra. Most olyan sok minden más, hogy kívülről is ezt úgy azért meg akarná erősíteni, hogy el vagy te egyedül, mindened meg lesz egyedül, pedig ugye nem. És még ezzel is pluszban meg kell küzdeni, hogy igenis oda kell állnom, muszáj megmutatnom sérülékenységemet. A család az nem egy, már elnézés, a család nem egy Facebook csoport, amit én választottam, mert abba lépek, abba a csoportba, amit kedvelek, de hát a családom adott a maga pozitív, negatív dolgokat, és itt felvállalni ugyanezt. Hú, hát ez egy izgalmas küzdelem.